harmadik alkalommal érkezett Baracsra az egzotikus kisállatok bemutatója. A Baracsi Faluház tornatermében megrendezett kiállításnak és az állatsimogatónak idén is sok látogatója volt. Németh Arnold gyermekkorában kedvelte meg az állatokat. Mint elmondta, az állatok szeretete egy leopárd gekkóval és egy agámával kezdődött, és azóta is szerelmese a hüllőknek és a kisállatoknak. Országjáró kiállítás ország minden pontján, ahogy a Covid most, illetve ahogy tudunk üzemelni. Rengeteg sok állatunk van, ilyen 40 faj, 40 féle. Szerintem ilyen 60 állat, ha nem több egyébként, mert most számoljuk a doktor úrral össze itt az állatokat a listával. Rengeteg sokféle tarajos fül, ami nagyon kezes, a gyerekek benyúlhatnak, megsimogathatják, akkor tengeri malacok, nyuszik, leguán, a siklók, kígyók, kaméleonnal lehet fotózkodni a gyerekeknek, testközelből megismerkedhetnek az állatokkal. Rengeteg sokféle állatunk van. Régebben voltak kajmánok, óriás pitonok, tigris pitonok, most már nem, mert egyre nehezebb a szállítás, és azért átálltunk most már a kisebb állatokra. Azért kis állat bemutató, kiállítás, hogy inkább kisebbek, jobban szeretik a gyerekeket, de régen volt. A legkedvesebb állatom a tarajos fül, a kis Diana, 7 éves. Választási korba került hozzánk, mi neveltük, és azért is extra szelíd, hogy benyúlhatnak tényleg a gyerekek, nem kell elkordonozni a tarajos fült, szó szerint a szájába lehet nyúkálni, elveszi a gyerekektől az almát, a körtét, a kaját. Nagyon-nagyon kis aranyos állat. Ennyi állat mellett nagyon nehéz, hogy rendbe tartani őket, tisztán tartani, etetni, illetve folyamatosan szervezni a programokat magunknak. A szaporítással nem tudunk foglalkozni sajnos. De én nekem egyébként az állományom már régi, illetve már régóta megvannak az állatok, mi nagyon vigyázunk rájuk. Nagyon ritka az elhullás egyébként. Maximum azért, mert megöregszik egy állat. Azért szokott, de általában, ha már bármi probléma van a doktor úrnak, jelezzünk, és akkor jön, illetve hogy megyünk hozzá, és megoldjuk mindig a dolgokat. Az Arnold produkcióval régóta kapcsolatban állok. Exotikus állatokat mutatnak be, járják az országot, gyerekprogramokat, egyebeket készítenek. Az állatok tartós megjelölése, ugye rendelet alapján kötelező, még az exotikus állatoknál is, és így elektronikus, mikrocsipes megjelölést kapnak, emellett kisállategészségi könyvet, valamint általánosi bizonyítványt kapnak a országban levő szállításhoz, kiállítások rendezéséhez. A kiállításokon mindig biztosítják a kellő elzártságot és távolságot, így szinte teljesen kizárt bármilyen baleset, sérülés lehetősége. Az, hogy egy kisgyerek a nyakába veszi a kígyót, ez óriási élmény neki, és nyilván ezek nem mérges kígyók, ezek ilyen, mondhatom azt is, hogy látványkígyók, de nem szokott sérülés előfordulni. Szeretünk Baracsra járni, nem először vagyunk Baracson, már a harmadik éve. Tavaly is jöttünk volna az elmúlt évben, csak a Covid közbeszólt, úgyhogy harmadik alkalommal van megrendezve a kiállításunk, és nagy sikerrel, és igyekszünk a jövőbe is érkezni. Újabb állatokkal mindig szoktunk azért újítani, kisebb kis állatkákat. Idén a simogató a gyerekek nagy kedvence, a nyuszi tengeri malac, illetve rengeteg sokféle testközelből megismerhetik az állatokat, itt ez a lényege. Amennyiben ön is fontosnak tartja, hogy összeállításunk másokat is elérjen, kérjük, lájkolja és ossza meg videónkat.